Üdvözlet mindenkinek, 2023. március 24-én ez a dolgok állása az infobubble.hu weboldalon. Ezúttal meg fogjuk nézni, hogy hol is tart a világ az átalakulásban, melyről George Orwell 1984-ben már írt, illetve Ados Huxley a Szép új világ című művében. George Orwell persze nem 84-ben írt, hanem az 1984 című művében, de már 48-ban megírta ezt, a 43-ban azt hiszem. Ami számunkra fontos, az az, hogy mintegy 60 évvel ezelőtt már azok, akik uralják és irányítják ezt a világot, tisztában voltak azzal, hogy mi is az, ami következik. Ezt leírták ezekben a disztópikus művekben, és mi most azt éljük meg. Ennek számtalan jele van azok számára, akik figyelnek. Az egyik az a nyelvünk átalakulása, és ez az átalakulás, olyan gyorsan történik, hogy a többség nem is igen tud lépést tartani ezzel, most már azok sem, akik még a politikailag korrekt mozgalomnak a bal oldalán, illetve a bal szélén találhatók. Hogy ez milyen hatással lesz, illetve van az életünkre, mi a következménye ennek, ezt fogjuk megvizsgálni. Mielőtt nekivágunk ennek, megkérnék mindenkit arra, hogy lájkoljátok, illetve osszátok meg tartalmainkat, melyeket megtalálhattok Infobaba, illetve Yahoo útja néven a TikTokon, Instagramon, YouTube-on, Facebookon, valamint weboldalainkon, és ha hasznosnak, érdekesnek találjátok munkánkat, akkor támogassátok, azt köszönöm azoknak, akik ezt megtették eddig. A koncepció az relatíve egyszerű, létezik ugyanis ebben egy tézis. Ez a tézis, ez egy új ötlet. Ez az új ötlet kivált egy reakciót majd, ami az antitézis. Végül a szintézis segítségével. Következésképpen a világot előre lehet hajtani úgy, hogyha tudom, hogy mi az a szintézis, ahova el akarom juttatni az embereket. Hogyha szeretnék egy új világrendet, ahol mindenki ezeket a lépéseket követi, amiket leírtam az előbb, akkor csak meg kell találni az oda vezető utat. És mindenki jól teszi, hogyha ezt a saját életében is megkísérli alkalmazni. George Orwell disztópikus szuperállamának nyelvéhez, az emberek megfigyelésére, hitvilágának szabályozására és a gondolat bűncselekmények üldözésére kitalált új beszélhez hasonlatos az a kommunikációs eszközrendszer, amelyet a jelenlegi amerikai kormányzat és az általa támogatott új ideológiák társadalom mérnökei kényszerítenek az emberekre. Ez az Epoch Times, ...nak a szerzője írja ezt, de a híradóban erről beszélnek. A magyar híradóban arról van szó, hogy Amerikában már olyan új ideológiákat honosítanak meg, amelyeket társadalom mérnökök kész kényszerítenek az ember. A woman angolul abban benne van a man-férfi szó. Ugye a woman az nő, a man pedig férfi. Most arról beszél a hölgy, hogy ki kellene venni azt a szót, hogy woman általában a nyelvből, és helyettesíteni azzal, hogy person. Ugyanis a woman az sértő, hiszen tartalmazza a man-férfi kifejezést a nő, Ezáltal emlékezteti az embereket arra az elnyomó patriarkális világra, amelyben élünk, de ezen nincs is vége. Utána járt azoknak a módszereknek, amiket használni szeretne, vagy használni akart. I found that lie is very painful, although it does get the job done. I found that cleaner... Gondolkozott először, és végül eljutott addig, hogy lefolyó tisztítót fog használni talált egy pszichológust, aki hajlandó volt segíteni neki abban, hogy megvakuljon. Ez a tudomány. Úgyhogy tessék mindenkinek, aki tudományhívő, itt van egy újabb demonstrációja annak, hogy amit mi tudománynak hívunk, az semmilyen körülmények között nem megbízható. És mondhatjuk azt, hogy ah, ez egy extrém eset. Nem, ez nem egy extrém eset. Két hétig dolgozott együtt vele egy szakember. Kettő hétig, mielőtt eldöntötte, hogy igen, ez, ez reális és megvakítja ezt az embert. Nem csak, hogy jóvá hagyta ezt, hanem segített neki végrehajtani. hajtani. Íme Josh Hammernek egy kommentárja George Orwell híres disztópikus regényét, az 1984-et idézve Szalinski az új beszélhez, az író fiktív egypárti szuperállamának nyelvéhez hasonlítja azt a modern kommunikációs eszközrendszert, amelyet az emberek megfigyelésére, gondolatbűncselekmények üldözésére és az emberek hitvilágának szabályozására találtak ki a hatalom társadalom mérnökei. A világ átalakul. Itt az idő arra, hogy meghozza a döntést mindenki, aki tisztában van az igazsággal. Köszönöm a figyelmet, ez volt a dolgok állása. 2023. március 24-én az infobubble.hu weboldalon. Hamarosan találkozunk, mindenkinek a legjobbakat és halleluja!